mindenkit. Ma van a 44. Reboot Hungary adásunk. Egyfajta ingyenes közszolgáltatást végzünk, minden héten csütörtökön 15 órakor találkozunk, és beszéljük meg szakmai gondjainkat, szakmázunk, egy kicsit beszélgetünk. Ezt az közszolgáltatást nem tudnánk létrehozni, ha nem lenne három olyan támogatónk, aki nem csak anyagilag támogatnak minket, de szakmailag is, és időnként a lelkünket is simogatják. Szeretném megköszönni ezúton három támogatónknak, a Newland Médiának, a Mastercardnak és a Sivaforce-nak, hogy támogatnak bennünket. Mai témánk a metakommunikációról fog szólni. Látlak a képernyőn, érzem, hogy mit gondolsz. Vajon mit árul el rólad az írásod, és az arcjátékod, meg a hangod. Ezt az adást három része tagoltam. Mit jelent a metakommunikáció? Miképpen lehet dekódolni ezeket a jeleket, a metakommunikációs jeleket, és, hát hogy azért hasznunk is legyen belőle, a metakommunikációt hogyan tudjuk felhasználni saját céljaink számára, tehát stratégiai eszközként például. Ma reggel, amikor fölébredtem, én minden csütörtökön boldogan ébredek föl. Reboot Hungary, imádom csinálni. De ma reggel különösen nagy boldogsággal ébredtem föl. Úgy is mondhatnám, hogy amit a kis hercegben a róka, amikor tudja, hogy jönne hozzá a kis herceg, szépbe öltöztetem a lelkemet. Miért? Mert három csodálatos hölgyel leszünk ma. Velük beszéljük végig ezt az előbb említett témát. Biadi Zsuzsa, üzletasszony, a Village Media ügyvezetője asszonya. Csikós Kinga, szövegíró, kommunikációs tanácsadó, blogger, és Rusz Dorottya, pszichológus, a Frontirának a vezető kollégája. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindannyiótokat, és akkor először is Rusz Dorottyához fordulnék. Szervusz Dóri, itt vagy? Jelkos, igen, itt vagyok. Szia, szia! Megfogalmaznád, mit is jelent az, hogy metakommunikáció? Persze. Szóval a metakommunikáció ugye szó szerint azt jelenti, hogy kommunikáción túli kommunikáció, vagyis üzenet az üzenetről. Azok a jelzések, ugye, amik segítenek értelmezni egy közlést. Ilyen lehet például a hangerősség, a beszéddallama, arckifejezések, gesztusok, testtartás, stb. A metakommunikációt lehet használni úgymond egy ilyen használati utasításként, mert nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen a viszonyunk ahhoz, akihez éppen közlünk valamit. Úgyhogy ezt tulajdonképpen mindenképp a verbális kommunikációval kell együtt értelmezni, és segít minket navigálni így tulajdonképpen a kommunikáció világában. Mondanál különbségeket az elsődleges és másodlagos jelekről, mert a kommunikációs jelekről? Szerintem egyébként egy érdekes elkülönítés az, hogy sokszor a nonverbális, meg a metakommunikáció összemosódik ugye a köztudatban, vagy a közbeszédben, és a metakommunikáció az lehet ugye verbális is, meg nonverbális is. A nonverbális az viszont csak a szavak nélküli közlés. Egyébként az is érdekes, hogy ezeknek a nonverbális, vagy akkor hívjuk inkább ilyen összefoglaló néven metakommunikációs jeleknek, ugye evolúciós gyökerei vannak, mert ugye te is mondtad, hogy 60% körül van a metakommunikáció az általános kommunikációnkban, ami azt jelenti, hogy azért erre, ehhez ragaszkodunk, ezáltal értjük meg egymást, és a túléléshez kellett nekünk, hogy ugye csapatban tudjunk navigálni, és együtt tovább élni tulajdonképpen. És hát ugye nyilván vannak univerzális jelek, amiket megtanulunk, például ugye a mosoly a boldogságot jelenti, a karbetett kéz a zártságot, az oldalra eldöntött fej egyébként az érdeklődésnek a jele. Érdekesség, hogy a nőknél sokkal gyakoribb az oldalra eldöntött fej. Egyébként ezt egy ilyen kutatás is bizonyítja, ahol az elmúlt 2000 évnek a festményeit átnézték, és azt mutatták, hogy a nők háromszor gyakrabban fordítják oldalra a fejüket, és egyébként ez a modern reklámban is megjelenik. Például ugye van a matatás, ez a szorongásnak a jele, vagy hogyha valaki nagyon érdekel minket, és figyelünk rá, akkor például kevesebbet pislogunk.
És egyébként a metakommunikáció azért lehet félrevezető, szóval itt de egy kicsit azért vigyázni kell, mert mondjuk mosoly és mosoly közt is van különbség. Egyébként a mosolynál az az érdekes, hogy úgy lehet detektálni azt, hogyha valódi a mosoly, ha például a szem mellett ilyen kis aprócska ráncok megjelennek. És az érdekes, hogy ez már így a csecsemőknél is megjelenik, például ők az anyukájukra igazi mosolyt adnak, tehát ott tényleg megjelenik a kis ráncocska, és mondjuk egy idegennek pedig egy teljesen más típusú mosolyt közölnek. Lehet azt mondani gyakorlatilag akkor, hogy ugye van ez a vicc, hogy most kinek hiszel, nekem, vagy amit látsz, hogy gyakorlatilag jobban hiszünk az emberek, mert a kommunikációjának, mint azt, amit éppen mond. Ösztönszerűen, ha már genetikát és evolúciót említetted. Mondhatnánk, hogy igen, egyébként. Van egy kutatás, ami azt mutatja, hogyha például ilyen inkonzisztencia van a között, amit mondok, és ami a metakommunikációm, mondjuk tegyük fel, hogy magabiztosnak akarok tűnni a szavaimmal, de egyébként összehúzom magam, és matatok, és mondjuk a hajamat pörgetem, akkor az emberek sokkal jobban adnak arra, hogy mit csinálok éppen, tehát a metakommunikációmra, mint sem arra, amit mondok. Tehát az ember megítélése inkább a metakommunikáción múlik, igen. Jó, köszönöm szépen, maradj velünk. Csikos Kingát szeretném akkor szólítani. Szervusz, Kinga. Mint kommunikációs szakember, miért olyan fontos a jelenlét a neten? Főleg most, ugye? Igen, mindjárt ketté is választanám ugye az online jelenlétet, hogy milyen minőségünkben vagyunk jelen a neten, hiszen lehetünk privát minőségünkben hétköznapi emberként jelen a neten, illetve lehetünk szakmai célból is jelen. Azt gondolom, hogy ha privát a személyes jelenlétünket vesszük, akkor ugye nagyon fontos, pláne most a covidos időszakban, ugye karantén időszakban, hogy a kapcsolattartás szinte egyik legfontosabb formája lett az internet, hiszen interneten keresztül videót csetelhetünk is a szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel, tehát nem csak hangban lehetünk együtt, hanem láthatjuk is őket. Tehát kicsit egy ilyen helyettesítő szerepet is betöltött a bezártság időszakában, akár egy közös kávézás, akár egy közös koktélozás, vagy társasjátékozás szintere is lehetett. Tehát egyfajta ilyen pótcselekvésre is lehetőséget kínált. Szakmai szemmel viszont kifejezetten fontos szerepe van, hiszen akár azt is mondhatjuk, hogy aki a 21. században nincs online jelen, az olyan, mintha nem is létezne a célközönsége számára, hiszen nem látszik. Ugye manapság azért az emberek nagy része az interneten keresztül keres, böngészik, ehhez már nincs szüksége asztali számítógépre, laptopra, hiszen a telefonunkon keresztül is mindent el tudunk intézni. Innentől kezdve valahogy ráálltunk arra, hogy mindent az interneten intézünk, ott keressük a termékeket, szolgáltatásokat, amiket meg szeretnénk vásárolni, igénybe szeretnénk venni. Innentől kezdve, hogyha valakit ott nem találunk meg, akkor az olyan, mintha nem is létezne. Én hiszek abba, hogy egy évvel ezelőtt még állt az állítás, hogy az interneten a metakommunikáció nincs annyira jelen. Az elmúlt egy évben viszont annyira megszoktuk a kamerákat, a webináriumokat, a még több social media jelenlétet, hogy már az embereknek is olyan gyakorlata van, hogy már kezdi érteni a monitoron keresztüli metakommunikációt. Áll ez az állításom? Azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat, tehát természetes, hogy akár szakmai berkekben, akár magánemberként kénytelenek vagyunk megtanulni azt a fajta metakommunikációt, amire ugye rákényszerít az élet, hiszen vállalkozások között is nagyon sokan nem voltak jelen korábban, nem foglalkoztak webináriumokkal, nem foglalkoztak semmilyen online híradással,
viszont maga a helyzet, a covidos helyzet rá kényszerítette a vállalkozásokat is, akik eddig kimaradtak ebből. Tehát igen, már bocsánat, tehát igen. Igen, tehát igen, tehát igen, bocsánat, egy picit szeretném pörgetni, elnézésedet kérlek, mondanál egy pár olyan, mondjuk így, hogy a láthatatlan térben megjelenő metakommunikációs mintát, amivel te találkoztál. És itt a monitorra is gondolok, meg a írásra, ugye, mert te főleg írásszakértő vagy. Hát írás szakértőnek nem mondanám magam, hiszen ugye az a... Szöveg, én kérek elnézést, és igen. Már is elárultam magamat. Parancsolj. Semmi gond. Az online világban szerintem, ami például nagyon árulkodó, ha megnézünk egy weboldalt, egy közösségi oldalt, milyen az arculata, mennyire egységes például a képeknek és a szövegeknek a megjelenése, az aránya. Például weboldalok esetén nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a weboldal elkészítését profi szakemberre, webdesignerre bízzák, de a szöveget, a szöveges tartalmat pedig összeeszkábálják maguk. És a kettő között valahogy rögtön lesz egy különbség, amit csak érez az ember, igen, egy eltérés, amit csak érzünk, hogy valami nem oké, de rögtön bizalmatlanságot szül. Köszönöm szépen, Kinga. Bihari Zsuzsát szólítanám. Szervusz, Zsuzsa! Jelen. Elsősorban üzletember vagy, de van és hobbid. Direkt provokállak. Hogy keveredtél te a póker világába? Nagyon bájos volt, hogy engem mint pókerjátékost definiáltál a meghíváskor. Nyilvánvalóan a médiához van közöm, és mint gyakorlati ember, így próbálnám a metakommunikációnak a gyakorlati elemeit összefogni. A Virizs Média médiafelületek értékesítésével foglalkozik, és nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő benyomást keltsünk a metakommunikációnkkal, verbálisan, a weboldalunkkal, és ezeket, amiket elmondtunk, még ugye a tartalommal is közösen, együtt képviseljük, ráadásul olyan módon, hogy nem csupán a Virizs Médiát képviseljük ezen tárgyalások vagy ajánlatadások alkalmával, hanem a partnereinket is, tehát még fokozottabban fontosak ezek a pontok nálunk. A pókerjátékosi definíció is helytálló, ez egy hobbi, míg ugye a gyermekem megszületésekor kezdődött, mint más édesanyáknak a fotózás, lakberendezés vagy szalvétatechnika válik hobbiukká. Engem egy baráti társaság heti rendszerességgel póker eseményre invitált, amelyre a gyermekemet tudtam baba hordozóba elvinni, és szintén bájos volt, hogy a bébi őr a pókerasztalon figyelt a zsetonok mellett. Így megtanultam a játékot, és komolyabbá azért vált, mert volt lehetőségem egy nagy számú, jelentős részvételt maga mögött tudó póker eseményen is részt venni, és elképesztő kihívást és élményt jelentett az, hogy az, amit a hétköznapi üzleti életben, üzleti tárgyalások alkalmával megvalósítunk, az ott ilyen rapid dílek formájában egy pókerasztalnál valósul meg, és ráadásul ugye kifejezetten a metakommunikációs jelekre kell koncentrálni és ügyelni egy pókerasztalnál, hiszen más egyéb tartalom nem létezik, csak a leosztott lapokat és a kezedbe leosztott lapok, meg az asztalon lévő lapok, próbálod a póker kapcsán az ellenfeleidet felmérni. Az adott körökben mi minden lehet a kezdében, mennyire jól gazdálkodik a rendelkezésére álló zsetonokkal. Nagyon áthallásos egyébként, mert abszolút egy üzleti tárgyalásnál is megjelennek ezek a motivumok, tehát ott is megvan az információja, rendelkezik-e a szabályokkal, milyen a játék stílusa,
nagyon jól leképezhető ez a pókerjáték alkalmával, úgyhogy nekem ez egy akkora élményt jelentett, hogy utána rendszeresen pókertermekben részt vettem. Nem az ilyen cash game-ekkel, és nem hazárdíroztam, hanem ezek pókerversenyek voltak, tehát több száz szereplővel, játékossal adott esetben, de egy fix díj fejében, tehát egy részvételi díj fejében, nem pedig ugye azon módon, amiket lehet mondjuk a póker kapcsán hallani, legendás bukták és nyeremények mentén. Itt ez egy szabályozott játék keretében. Mit jelent neked a pókerezés? Én nagyon szeretem a munkámat, tehát nekem ez a kettő nagyon összemosódik. Egy több száz fős verseny esetében ugye nagyon érdekes az empátia, amivel én hál' Istennek rendelkezem, és ez nagyon segít engem az üzleti életben is. Ez egy, Dori vagy biztos elmondja, hogy ez egy adottság lehet, hogy mennyire tudunk fókuszálni a tárgyalópartnerünkre, vagy az ellenfelünkre, hogy tudjuk felmérni az ő jeleit, és adott esetben mennyire tudjuk visszafogni a saját jeleinket, vagy olyan módon befolyásolni, hogy a lehető legjobb benyomást keltsük. Ez ugye, ahogy már elhangzott, nagyon sokféle módon alakítanak ki képet rólunk. Ugye az öltözködés is egy nagyon fontos, hogy egy adott üzleti tárgyalásra milyen módon jelenünk meg. Én is szépen kivasaltam ma egy nagyon csinos blúzt, amely dekkelsen lúg a válfán otthon, úgyhogy remélem, hogy nem csalatkoztok a benyomáson emiatt, és nem befolyásolteket negatívan, de lehetséges, hogy adott esetben egy teljesen más képet alakítanátok ki rajtam, hogyha egy nagyon feltűnő, de tetszes nyakú, frissen vasalt, ropogós inkben jelenet meg, és nem pedig egy fikkóban. Meg lehet téveszteni, nem? Tehát meg lehet téveszteni az ember. Képzelj el engem például nyakkendőbe, öltönybe. A megtévesztést én azért nem... Megtévesztés azért nagyon pejoratív, mert szerintem senkinek nem a megtévesztés a célja a metakommunikációival, hanem inkább egyfajta az erényeinek egy kitomborítása és egyfajta jobb benyomáskeltés. Tehát, és ezt is bizonyára Dóri elmondja, hogyha összhangban van az önismeret és az elfogadás, akkor ezek a metakommunikációs eszközök, ezek inkább a hasznunkra válnak, és hogyha ez nincs összhangban azzal, amit mondjuk tanulunk a metakommunikációról, akkor ez nagyon elfedülhet. És nagyon jóban vagyok Niccolò Machiavellivel, ne haragudjál, de azért azt gondolom, hogy annyira pozitívan állsz ehhez a dologhoz. Hát egy tárgyalásban, az üzletben, a versenyben, ott ez egy eszköz lehet, nem? Hogy például takarni akarok, elfedni akarok dolgokat. És már szerintem régen rossz, hogyha elfedik. Vagy hagyd menjek. Láttam Kinga, hogy jelentkezel, milyen, hogy hát olyan azért biztos volt a pókerasztalnál, hatalmas pókerversenynél, hogy valaki szándékosan máshogy jelent meg, mint ami. Nem? Vagy ilyennel nem is találkoztál? Abszolút találkoztam ezzel, és sőt, jó magam is úgy hívják ezt a pókerjátékot, hogy csapdázik az ember, mert mondjuk én egy nagyon fontos próbálok lenni, és mondjuk adott esetben már az első leosztásnál tudtam, hogy verhetetlen az, ami a kezemben van, de nem mindegy az, hogy én ezt egyből kimutatom-e, és egyből megmutatkozik, hogy na hát én gyerekben vagyok gyakorlatilag, itt már nincs ellenfelem, lévén, hogy akkor a tétek nem érkeznek, hanem úgymond csapdázni kell, és elfedni azt a örömet az arcomon, hogy én most mindenkinél jobb vagyok, és el kell titkolni, hogy nyerőlapom van, és ennek ellenkezője is igaz, adott esetben azért, hogy a hitelességemet, vagy a hiteles játékomat tudjam demonstrálni, bizonyos helyzetekben bele kell menni olyan tétekbe, amelyek nem a kezemben lévő lapok erejét mutatják, hanem inkább ezt a fajta manipulációt, hogy a következő kör lehetősége miatt adott esetben belemegyek egy vesztességbe. Na de hát az üzleti tárgyalásban is. Abszolút. Hosszú távon gondolkodunk, és valamikor engedjük
csatát nyerni, hogy utána az egészet én vigyem. Kinga az előbb feltette a kezét, át is adnám a Kingának a szót. Ott tetted föl a kezed, amikor én egy kicsit machiavelliztem, és akkor így föltetted a kezedet, amikor a negatív metakommunikációkról beszéltünk. Tiéd a szó, Kinga. Igen, itt a metakommunikáció eszközként történő használatáról, hogy mennyire lehet ez manipulatív. Ezzel kapcsolatban nekem csak annyi jutott eszembe, hogy ez lehet egy ártatlan használata is a metakommunikációnak, például az öltözködésünkkel, amikor ugye egyrészt egy magabiztosságot szeretnénk sugallni a tárgyaló partnerünk felé, viszont az az öltözet például nekünk magunknak is egy magabiztosságot adhat. Ez például szerintem egy annyira ártatlan eszközhasználat, ami egyáltalán nem manipulatív, viszont magának a tárgyalásnak a sikerét elősegítheti, hiszen mi is jobban fogunk szerepelni, illetve a tárgyaló partnerünk is komolyabban vesz minket. Tehát csak ez jutott eszembe, hogy igazából ez pozitív és ártatlan is lehet, nem feltétlen csak egy szándékos, manipulatív, negatív használata a metakommunikációnak. Értem. Én az előbb majdnem megjegyeztem azt, hogy én ismerem a három hölgyet, és nem is értem, hogy miért ilyen visszafogottak. Erre kapásból jelentkezett Zsuzsa, kapásból jelentkezett Dóra. Kicsit felpesdítjük ezt a beszélgetést, és közben leverem a mikrofont. Szóval, Zsuzsa, tiéd a szó. Igen, nagyon azt gondolom, hogy Dóri ugyanazt fogja elmondani, amit én most felváltolnék, de próbálok neki teret engedni, de ami a legeslegfontosabb, hogy legyen az öltözködés, legyen az weboldal szövegezése, legyen az kommunikáció, legyen az bármifajta olyan verbális és nem verbális eszközzel, önazonos kell, hogy legyen, mert csak akkor tud hiteles maradni az ember, és akkor nem esik ki a szerepéből, hogyha ez természetes közege, akár az öltözködésben. Én fölvehetek egy csodálatos 16 centis sarkú, magas sarkú cipőt. Egyébként itt a Covid kapcsán majd újra meg kell tanulnunk járni magas sarkúban, mert szerintem ez egy nagyon fontos pontja lesz majd az élet újraindításának, hogy járni fognak tanulni a hölgyek. De hogy úgy viseljem azt, amit magamra aggatok, hogy az természetes maradjon, mert ha természetes vagyok, akkor nem esek ki a terepből, nem zavarom meg a vevőt, aki épp az én jeleimet veszi, és akkor teljesen hiteles lesz, és tud a tartalomra nyugodtan koncentrálni, mert megnyugszik az én közegemben, és elfogadja azt, hogy amit én tartalomként átadok, az helytálló és igaz. Önazonos, ugye? Kicsit a mechanizmusról akartam beszélni, hogy ugye az egy alap dolog, hogy egymást befolyásoljuk a metakommunikációnkkal. De ami szerintem egy érdekesebb vonal ennek az egésznek, és ezt a Kinga említette az előbb, hogy saját magunkat is befolyásoljuk. Tehát egyébként a pszichológiában ezt a megtestesítés elvének nevezik, vagyis az, hogyha valamilyen viselkedést folytatunk, akkor az hatással van a gondolkodásunkra. Most például, hogyha tudom előre, hogy előadok, és egy izgulós típus vagyok, és a kezemmel nem tudok mit csinálni, akkor megfogok egy tollat, és azzal mutogatok, hogy egy kicsit magabiztosabbnak tűnjek, és ezáltal magabiztosabbnak is fogom magamat érezni. Van egy nagyon érdekes TED előadás a hatalom pozícióról. Biztos sokan ismeritek, ez Amy Cuddy-nek a nevéhez kötődik, aki nagyon sok kutatásában azt mutatta, hogyha mondjuk előadások előtt felveszel egy hatalom pozíciót, ami mondjuk az állatvilágban előfordul, mondjuk egy ilyen kihúzott, igen, Ákos, köszönöm szépen az illusztrációkat, szóval egy ilyen poszt, akkor utána magabiztosabb leszel. Persze azóta ezt nem nagyon sikerült replikálni, szóval én azért óvatosan közelíteném meg ezeket a kutatásokat, de nagyon fontos az, hogy amit a testünkkel csinálunk, az hatással van a gondolkodásunkra is. Például volt egy ilyen kutatás, hogy megkértek embereket, hogy vegyenek a szájukba egy ceruzát, így. És az egyik csoportnak azt mondták, hogy csak az ajkuk közé szorítsák a ceruzát, a másik csoportnak pedig azt, hogy a foguk közé. Tehát az inkább egy ilyen mosoly, egy ilyen vicsor mosoly, a másik pedig egy ilyen lefele
mozduló ajak fogás eredményezett, és azt találták, hogy azok, akik vicsorogtak, tehát azok, akik mosolyogtak vagy vicsorogtak a ceruzával a szájukba, azok sokkal viccesebbnek találták a sztorikat, amiket felolvastak nekik. Szóval az, hogy hogyan kommunikálunk, vagy hogy milyen típusú dolgokat csinálunk a nonverbális kommunikációval, az nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan érezzük magunkat, és utána hogyan viselkedünk. Kinga, parancsolj! Hogy ahhoz, hogy ezeket a kommunikációs eszközöket, illetve metakommunikációt ennyire tudatosan a saját hasznunkra tudjuk fordítani, ahhoz viszont szükséges egy nagyon alapos önismeret. Például szükséges, hogy igen, tudjam, hogy én egy izgulós típus vagyok, ezt beismerjem magamnak, és megfigyeljem, hogy például amikor izgulok, akkor én miket szoktam csinálni. Ehhez jó, hogyha mások is adnak visszajelzést, ha visszajelzéseket nem kritikának fogadjuk, ugye, hanem meghallgatjuk, odafigyelünk rá és megvizsgáljuk. Például, ha mondják, hogy te folyton a kezeddel babrálsz, és az annyira idegesítő, hogy nem tudok a beszédedre koncentrálni, akkor azt megfigyelem magamon, és onnantól kezdve tudatosan tudok dolgozni vele, és legközelebb már egy tollat veszek a kezembe. Igen, én szerszertem, amikor rám szólnak, nekem rendszeresen toll van a kezembe, és ebbe szórakozok. Nem tudom, hogy miért, és hogyha azt mondják, hogy tegyem le onnantól kezdve, és akkor itt van az empátia, Dóri. Hogyan kapcsolódik össze az empátia a metakommunikációval? Ugye az empátia az, hogy értem, hogy mit érzel, tehát, hogy nem helyezkedek bele, nem hagyom magam az érzelmek után menni, hanem inkább egy lépéssel távol állok ettől, és értelmezem azt, hogy mit érez a másik, és ez nagyba segíthet például a megfigyelő, tehát azon, hogy megfigyeljük a másikat, és ha mondjuk tudjuk interpretálni a jeleit, akkor már teljesen máshogy megyünk bele egy beszélgetésbe, hogyha tudjuk azt, hogy ja, biztosan most izgul, és azért csinálja ezt meg azt. Értem, ez a beleérző, az vagyok, akivel beszélek. Ugye ez a legegyszerűbb így összefoglalni. Zsuzsa, ezt hogy szoktátok használni üzleti életben? Empátiát. Természetesen, amit az előbb is már felvetettem, az empátia az, hogyha rendelkezik ezzel a készséggel, megvan az a nyitottság benne, odafigyel a másikra, és nem csak adója van, hanem vevője is van, és ezt jól kombinálja, akkor tud egy jó üzleti tárgyalás megvalósulni, de akár egy jó baráti kommunikáció is, vagy bármi. Tehát az a nagyon-nagyon fontos, hogy az ember odafigyeljen arra, akinek kommunikál, figyeljen a tárgyaló partnerére, legyen önazonos. Ugye itt a Dóri is mondta, hogy nem mindegy a kiállásunk. Én nagyon abban hiszek, hogy mind mentálisan, mind fizikailag fel kell vérteznünk magunkat az üzleti életre. A sport nagyon fontos. Én feltornáztam, nekem alapvetően egy ilyen egyenes tartásom van, és én nagyon-nagyon hiszek tényleg az önazonosságban, mert ez tudja a hitelességet megadni, és az empátia pedig azért fontos, hogy figyeljek a másikra, és adott esetben, hogyha azt a jelet érzem, hogy sok vagyok, nálam inkább ezt szokott előfordulni, mert hogy nagyon intenzíven kommunikálok, akkor egy picit visszább vegyem magam. Hogyha azt érzem, hogy szüksége van arra, hogy egy kicsit csacsogjon, és kicsit lazábbra vegyük a beszélgetést, akkor odafigyelek szintén az üzletfelemre, vagy a tárgyalás partneremre, és akkor azon a módon próbálom folytatni a kommunikációt. Tehát az adóbevő és a hitelesség, és a rutin is segít egyébként, meg az információ, tehát nagyon fontos az, hogy mennyire vagyok felvértezve szakmailag is egy adott szituációban, hogy ha mondhatok egy kis példát, nagyon-nagyon fontos, hogy hitelesek maradjunk, és direkt nem az üzleti életből hozok, hanem privátilag. A gyermekemet az információ befogadására neveltem, egy kicsit panaszkodott a nagyszüleinek, 13 éves, hogy én folyamatosan arra ösztökélem, hogy minél több információ gyűjtsön, és ezt kifogásolta a szüleim előtt egy vasárnapi ebéd kapcsán, és
és mondta, hogy hát hogy képzelem, hogy 13 évesen ő aktívan a híradót és a politikai és a gazdasági dolgokat figyelje, és mondtam, hogy igazából mindenkinek a saját életkora vagy a saját területe alapján kell információkkal rendelkeznie, például nem elvárás, hogy az atomerőmű működésével ő tisztában legyen. Majd csipőre tette a kezdet, és visszakérdezett, hogy miért, hogy működik az atomerőmű, és hála jó Istennek, hogy részletesen el tudtam mondani, különben a hitelességem sérült volna, tehát nagyon fontos a tartalom is, hogy hitelesek maradjunk, és ezt jól közvetítsük. Köszönöm, mehetünk tovább, Dóra? Én egyébként az empátiához még azt fűzném hozzá, és lehet, hogy ezzel bevezetem a következő témát, hogy ugye Zoomon keresztül például mennyire nehéz empatikusnak lenni, mivel hogy nem tudjuk olvasni ezeket a metakommunikációs jeleket annyira jól. Szerintem tudjuk, vagy legalábbis nem annyian tökéletesen, mint a face-to-face, vagy a személyes találkozásnál. De hát azért itt is, itt az arcjáték sokkal jobban kijön, nem? Itt van 40 centi, a másik 40 centi, igen, Zsuzsa, 80 centire vagyunk, de csak egy szekundban vagyunk összesen, hát mindent lehet látni. Én nem gondolom, hogy ezt nem lehet jól kihasználni, Dóra. Az illatod nincsen meg. Egyébként ezzel vitatkoznék, én ezzel nem értek egyet, szerintem teljesen igazatok van, vagy igazad van, amit az elején mondtál, hogy adaptálódtunk ez az egész szituációhoz, és elég jól kezeljük ahhoz képest, hogy hirtelen mennyire beütött ez az online jelenlét. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy ugye a metakommunikáció, mint mondtad is, sokkal több, mint a kommunikációnk fele, és ugye a mindennapi életben ez alapján navigáljuk a kapcsolatainkat, és ha belegondolunk, akkor így Zoomon ez egyáltalán nincs ott. Tehát jó, oké, a mimikát látjuk, meg egy kicsit a mozgás, meg valamit a testtartásból, de hogy azért drámaian lecsökken az, hogy mikre alapozhatjuk a véleményünket. És egyébként csomó kutatás mutatja, hogy ha Zoomon beszélgetnek emberek, vagy szemtől szembe, akkor Zoomon sokkal negatívabbnak ítéljük meg a beszélgető partnerünket, mint hogyha szemtől szembe beszélgetnénk. Tehát mindenképp van egy negatív hatása ennek a kis dobozba való beszélgetésnek egymással. Kinga, Dóri, Zsuzsa, velem is vitatkozzatok, akkor lesz jó ez a beszélgetés. Köszönöm szépen. Zsuzsa, tiéd a szó! Abban a szempontból igen, részünké vált most már ez a fajta kommunikáció, és rengeteg rutinra tettünk szert. De amint gyakorlati szempontból, és nagyon meggyőződéssel mondom, amit mondok, ha lesz akkor a rutinunk az online webináriumok, tárgyalások, meetingek tekintetében, ugyanolyan természetességgel fogjuk tudni ezeket a jeleket közvetíteni és befogadni, mint ugye nekem is a tárgyalási rutinjaimnak a 97%-a az élő, vagy a szokott formában történt. Akkor tudok kiteljesedni, természetes lenni, átadni azt, aki vagyok, a tartalmat és az összes eszköztáramat, amit a mindennapi üzleti életben vagy a magánéletemben is használok. Abban a pillanatban, ahogy például én most látom magam a képernyőn, már nem a természetes közegem, hiszen látom a gesztikulációmat, a kommunikációmat, adott esetben most a fogalmaz, nincs egy petrezselyem darab az arcomon, a háttérben nem repülte be valami, nincs egy olyan zavaró. Már ez a megfelelni vágyás is befolyásolja az én kommunikációmat, és az a természetesség víz el, amit, hogyha adott esetben face-to-face találkozunk, akkor lehengerellek fele. Most megadnám a szót. Köszönöm szépen, Zsuzsa, a Kingának, és utána Dórinak. Kinga, tiéd a szó. Igen, ezt a metakommunikációt, illetve a Zoomon keresztüli metakommunikációt egy picit tágabban értelmezem. Egyetértek a Dórival abban, hogy valóban, hogyha az emberre koncentrálunk, akkor rettentően lecsökken az az információ, amit kapunk. Viszont én pont ezért szeretek nem csak abból az adott kommunikációs helyzetből tájékozódni adott emberről, hanem teszem fel, ha van most ugye ez a beszélgetés köztünk itt négyesben, akkor én utána néztem a Dórinak, utána néztem a Zsuzsának, a közösségi oldalaknak, a kommunikációnak, ergo nem csak arról alakítok ki egy képet, amit ott látok,
abban a beszélgetésben, adott helyzetben, hanem sokkal tágabban értelmezem, és nyilván adott helyzetben lehet jobban szerepelni, lehet rosszabbul szerepelni, ott ugye van egy benyomásunk, de azt a benyomást azt nem csak arra alapozom, amit látok, illetve nem csak a személyre, hanem teszem fel ugye a környezetre, amit valaki például nagyon sterillé tesz, hogy csak a falak, a csupasz falak látszanak. Van, ahol például nálad, Ákos, ugye ott egy dolgozószobát látunk, egy képet látunk, egy szőnyeget a falon, az már sokkal informatívabb, beengedtél minket valahova. Tehát ezekből is rengeteg információt le lehet vonni, illetve meg lehet ismerni, de tény, hogy egy másfajta gondolkodás kell hozzá, ami talán majd idővel kialakul, és egyre profibbak leszünk benne. Bocsánat, közben elmentem. Tehát menjek át a barszobába, ahol iszonyatos mennyiségű könyvünk van, plafontól, métereken keresztül, mert akkor azóta jobban fog kinézni, nem? Mert minden könyvet egy helyen tartunk. Mit szeretnél üzenni? Ugye, ez hát is egy fontos kérdés. Könyvvel mit lehet üzenni? Hát persze, nyilván, értem. Dori? Ezzel egyébként egyetértek. Ami szerintem nagyon érdekes, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Zoom meeting, meg a Zoom előadás, meg a Zoom webinár, az ugye sokkal kontrollálhatóbb, biztonságosabb. Ugye be tudom állítani, hogy mit látnak a többiek, eltakarhatom a pizsamagatyámat, amikor mondjuk abba szeretnék, amikor abba szeretnék előadni. Igen, úgyhogy ezáltal sokkal kontrollálhatóbb, viszont azt meg nem vesszük figyelembe, hogy az agyunknak ez egy óriási megterhelés. Mert ugye amihez hozzá vagyunk szokva, ugye Zsuzsa, te is mondtad, hogy a te tapasztalataid azok ugye az offline világból érkeznek, és ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, azt tapasztaltuk meg, és akkor átjövünk ebbe az online világba, és tulajdonképpen nagyon kevés tapasztalatunk van, és hirtelen négyszer annyi ilyen kognitív erőfeszítés az, hogy valamit kiolvassunk, hogy most akkor mit akart ő mondani, meg így állt a szeme, meg nem úgy, meg most mi volt, és az egész olyan kétséges, és egyébként nagyon sok kutatás van, ami azt mutatja, hogy sokkal jobban elfáradunk a Zoom meetingekbe, és már egy 10 perces szünet visszaviszi a stressz szintet normálba, de hogyha mondjuk nincs szünet, és mondjuk 2 órát Zoom meetingelünk egymás után, akkor nagyon-nagyon magas lesz a stressz szint. Dori, ezt már máskor is mondtam egy előadásomban, az agy az olyan, mint egy lusta húszcafat, mint az izom. Ha nem dolgoztatjuk, gyengék leszünk. Hát persze, de most már egy év telt el azóta, és persze, ezek a Zoom meetingekre azért rá lehet állni, és nyilván mindannyiunkat kifárasztott egy évvel, ezért sokkal jobban, mint most. Bihari Zsuzsa, tiéd a szó. Én azt gondolom, hogy ahogy most már egyre nagyobb rutinra teszünk szert az online, a webináriumokba, az online meetingekbe, egyre jobban kialakul a kultúrája ennek a fajta kommunikációnak és tárgyalástechnikának. Nekem például az elején nagyon zavaró volt az, hogy sok esetben kizárólag háttérképeket láttam, és adott esetben neveket, és nem kapcsolták be a kamerát a tárgyaló fele. Ez most már megváltozni látszik. Most az a tapasztalatom, hogyha én bekapcsolom, már pedig én mindig bekapcsolom a kamerát, a gyermekemet is erre nevelem, mindig megmondom neki, hogy a diákoknál is most nagyon fontos ez a fajta, a digitális oktatás kapcsán ez a fajta kommunikáció. A gyerekek nem szeretik bekapcsolni a kamerát, és arra neveltem a gyermekemet, hogy ez egy nehézséget okoz a pedagógusnak, aki felkészül. Ugyanúgy egy tárgyalás folyamán látnom kell azt, akihez beszélek. Nem jó, hogyha egy monogramhoz beszélek, mert elbizonytalanít, főleg úgy, hogy csak magamat látom, mert én nekem be van kapcsolva a kamerám, de azért mondom, hogy ez most nagyon pozitívan változik, ahogy meglátják, hogy nekem be van kapcsolva a kamerám, és már egyre többen akkor inkább azt választják, és megmutatják a gyengében elkészült frizurát, vagy adott esetben. Elég felülre felöltözni, mert ugye most megmutatnám, de tornacipőben vagyok, és farmában. Jézusom! Befejezted, Zsuzsi, vagy adhatom tovább a szót? Dori? Az, hogy nem kapcsolják be az emberek a kamerájukat, vagy adott esetben, hogyha bekapcsolják, és akkor ugye
hogyha a többiek nem kapcsolják be, akkor magadat nézed folyamatosan a meetingben, na ennél fárasztóbb nincsen. Szóval eleve ugye van egy ilyen torzítás, egy kognitív torzítás, ami ugye leegyszerűsíti a gondolkodásunkat, hogy ha megfigyelnek minket, akkor máshogy viselkedünk. Tehát én azért vitatkoznék Ákossal, hogy már teljesen hozzászoktunk ez az egészhez, meg hogy tök jól navigálunk ebben az új környezetben, azért ez nem igaz, mert az, hogyha úgy érezzük, hogy folyamatosan megfigyelve vagyunk, akkor egy teljesen más, egy ilyen én fókusz rávetül a viselkedésre, és már nem ugyanaz a viselkedésünk. Vitatkozzatok velem továbbra, és légy szíves, Kinga, tiéd a szó, akkor megyünk előre, ha mindenbe egyet értenénk, akkor Kinga, tiéd a szó. Igen, érdekes, ahogy Dóri említette ezt a megfigyelés érzést, tehát valahogy az emberek egy részének még mindig megfigyelés érzése van, hogyha kameráról beszélünk. Holott én ezt úgy szeretek gondolni például az online meetingekre, az online beszélgetésekre, mint amikor van egy megbeszélés, körbeüljük az asztalt, mindenki ott ül, lehet, hogy az egyik a tollával babrál, és fejben teljesen máshol van, de testben fizikailag ott van. Én azt gondolom, hogy ha bekapcsoljuk a kamerát, azzal megadjuk azt a fajta tiszteletet, mint hogyha bent lennénk fizikailag testben azon a megbeszélésen, amellett a tárgyalóasztalnál. Tehát igen, ahogy Zsuzsa említette, hogy egy kultúra van kialakulóban, és annak része, hogy igenis erről beszéljünk, hogy ez nekem például új volt, ez a megfigyelés érzés, amit a Dóri említett, hogy ezért nem kapcsolják be sokan a kamerát. Én azt gondolom, hogy erről beszélni kell, akár cégen belül is, hogy igen, itt a kamerának nem az a célja, hogy én lássam, hogy mennyire kupis a szobát teszem fel, vagy éppen pizsomában ülsz ott, vagy kis kosztümben, hanem egyszerűen csak az, hogy lássam, hogy itt vagy, jelen vagy, és részt veszel a megbeszélésen. Értem. Zsuzsi, jól láttam, hogy köszönöm szépen, Kinga, jól láttam, hogy jelentkezték? Igen, mivel pokerjátékosként definiáltál, ezért egy pokeres verziót vagy példát is hoznék. Nagyon sok pokerjátékosnál elterjedt az, hogy napszemüvegben, kaput mint a fejbe húzva ültek le egy pokerasztalhoz. Elvéve ennek a zseniális játéknak az egész lényegét, mert gyakorlatilag itt ez a játék tényleg arról szól, hogy megfigyeljük a másikat, és az alapján. Például online pókerezni ezért nem is szerettem soha. Én mindig az élő játékoknak a híve voltam, és az egy elképesztő tapasztalás, és amúgy aki sok tárgyalásra készül, vagy olyan területen dolgozik, hogy sok tárgyalófele van, üzletfele, akikkel folyamatosan kell kommunikálnia, egy nagyon jó gyakorló pálya a pókerjáték, hogy felmérjem a másiknak a jeleit, figyeljek a sajátomra, és hogyha ő rejtőzködik, az nem jó, elviszi a játék lényegét. De nagyon sokan megtették, és a pokerbe is, amúgy egyébként ott is van egy kultúra, tehát hogyha nagyon, ha mindenki nyitott játékot folytatott, akkor kinézték maguk közül azokat a játékosokat, akik tényleg pont azokat a jeleket fették el napszemüveggel, kaputnéval, egyebekkel. Köszönöm, Kinga. Aztán utána lassan mennék tovább, Kinga. Egy picit off-topic, de egy kérdésem merült fel Zsuzsához, hogy vajon a többi pókerjátékos, vagy nagy általánosságban pókerjátékosok képesek-e még mindig játékként tekinteni a pókerre, úgy, ahogy te, mert úgy látom, hogy te annyira élvezed ezt az egészet, hogy ez neked még mindig elsősorban játék és kihívás, és játék és kihívás. Nem emelem fel a kezem, mert megszólítottál. Valóban, imádtam. Nekem ez egy hatalmas élmény volt. Ezek hosszú órákon keresztül zajlódó játékok, és mint mondtam, voltam 300 feletti játékossal bíró versenyen, és csodálatos dolog az, hogy rövid idő alatt fel kell mérned a másikat, elképesztő jó játék. És elmondom egy hatalmas tévedésemet,
volt egy fiatal ember, ugye a pókerben is ugyanúgy meg lehet különböztetni típusokat, mint az üzleti életben. Tehát ott is vannak a matekozók, akik folyamatosan számolgatják az esélyeket, a százalékokat, kiszámolják, hogy ha ennyit emelnek, tehát a zsetonjaikat is gazdálkodják. Vannak ezek a matekozók, vannak a hazárdírozók, ugyanúgy az üzleti életben is vannak azok, akik hazárdíroznak egy-egy körön keresztül, vagy akár az egész verseny alatt. Vannak azok, akik véletlenül keveredtek oda, azt tudják, mi a játék, a legbosszantóbb fajta, mert megzavarja az egész játékot. Ugyanúgy az üzleti életben is bekeverednek véletlenül olyan szereplők, akik nem értik az adott területnek a szabályrendszerét. És volt egy hatalmas tévedésem, volt egy matekozós fiatal ember, akiről én meg voltam győződve, hogy ő egy programozó, matematikus, informatikus, egészen addig, amíg egy McDrive-ban ki nem szolgált. Elnézést a reklámért, de... Összemosolyogtatok? Én borzasztóan meglepődtem, és vihogtam. Tehát én felépítettem, én profiloztam az embert, és megvolt nekem, ahogy ő a hétköznapi életben. Nem dumálgattunk, de sok versenyen találkoztunk, és a játékát ismertem. És felépítettem magamban, hogy ő egy programozó, egy informatikus, és mondom, utána ért a meglepetés, egyébként egy nagyon jó felszállt, utána később már dumáltunk, mert nagyon szimpatikus, és egyébként egy okos fiú, de tévedtem a szakmáját illetve. Értem, köszönöm. Az a gondom, hogy 15 óra 55, úgyhogy körülbelül egy 5-8 percen belül be fogjuk fejezni az adást, gyakorlatilag ezt a 8 oldalnyi kérdéssort akkor most még nem tenném föl. Kinga, jelenkeztél, parancsolj! Igen, csak egy gondolat, hogy valóban is itt van a lényege annak, hogy az információkat hogyan értelmezzük. Ugye Zsuzsa felépített egy képet a kapott információk alapján, de valójában tényleges információja nem volt, csak a saját elemzéséből gondolt valamit, és tényként kezelte. Ugye? És ezt nagyon gyakran csináljuk, amikor a metakommunikációra, amikor az írásbeli kommunikációra, amikor az online világból vonunk le tapasztalatokat. Lásd Facebook, ugye ott mindenki a jó oldalát mutatja, tökéletes családi élet, beállított fotók, mindenki happy, boldog. Aztán közben, hogyha pedig ismerjük, teszem fel adott családot, akkor tudjuk, hogy annyira nincs ott minden rendben, vagy éppen meglepődünk, amikor nem tudom én, egy hónap múlva megválásról hallunk. Tehát, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hogy az, ami a fejünkben van, az, ami az interneten van, az nem feltétlen a valóság. Ezzel tisztában kell, hogy legyünk. Igen, köszönöm. Zsuzsi, jól láttam, hogy szeretné valamit mondani? Volt akkor egy nagyon gyorsat reagálni, hogy igen, valóban lehetnek téves következtetések, azért az empátiám az egy nagy erényem, és ez nagyon ritkán fordul elő, hogy én ennyire benéznek valakit, és ez egy meglepő szituáció volt számomra is. Amúgy nagyon jól profiloztam a játékosokat, és mivel nagy sikereket értem el a pókerjátékban, sokat nyertem, sok versenyt megnyertem, ez azt mutatja, és én erre alapoztam leginkább. Dori? Kicsit ennek a háttéréről akartam beszélni, hogy ugye miért van az, hogy látunk 3 darab információt, és abból összerakunk egy képet, és nem megyünk utána. Ugye ennek nagyon sok gyökere van. Az egyik az, hogy ahogy az Ákos is mondta, az emberi agy azért elég lusta. Szóval nem nagyon szeretünk gondolkodni, szeretünk elraktározni ugye kognitív energiát, hogy majd későbbre, akármikorra, ezt nem tudjuk, hogy mikorra, ugye még legyen nekünk. És ezáltal mivel ugye van egy ilyen ego, egy ilyen énközpontú torzítás is, tehát a világunkat a saját szemünkből látjuk, ezért tényleg a saját perspektívánk él, és így általánosságban az emberi agy nem szeret túl sok információt összeszedni ahhoz, hogy alkosson egy képet. És egyébként ezt úgy hívják, hogy elsődleges attribúciós hiba, ezt most néztem meg, hogy magyarul hogy néz ki, mi a neve, úgyhogy hogy magyarul el tudjam mondani. Ennek az a lényege, hogy az emberi agy úgy működik, hogy ha valaki vét valamilyen hibát, például mondjuk késik egy meetingről, akkor hajlamosabbak vagyunk a személyének betudni azt, hogy hát ő biztos késős.
ő biztos nem érdekli ez az egész, biztos nem is érdekli, hogy itt van ez a meeting, mint hogy végig gondoljuk azt, hogy egyébként lehet, hogy dugó volt, lehet, hogy elakadt, lehet, hogy a villamos éppen nem működött, szóval szeretünk inkább a személyre fogni dolgokat, ahelyett, hogy a környezetet is megvizsgálnánk. És ez nem egyesével valakire igaz, valakire nem, ez általában az emberekre így igaz. Dóri, igen, Zsuzsa, parancsolj! Bocsánat, csak azt szerettem volna mondani, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a metakommunikációs eszközöket mi megtanuljunk, és tudjuk uralni a testünket és a viselkedésünket, és nem inkább az átverés, ugye nagyon pejoratívan fogalmaztál, hogy manipulálunk embereket, és tudatosan meg akarunk téveszteni. Inkább szerintem, hogyha valaki tisztában van a saját személyiségével, és ezekkel a jelekkel, akkor nagyon jól vissza tudja fogni adott esetben azokat a saját reakcióit, amiket kivált egy olyan fajta esemény, mint amit Dóri is mondott nekem, nemrég tönkrement az autó, ugye idegességet okozott. A taxi nem érkezik meg, nem magam miatt kések, hanem kiszolgáltatott helyzetben vagyok egy taxitárságnak, de mégis nekem, amikor megérkezem, akkor nagyon ugyanolyan pozitívan és határozottan kell felépnem, holott, amúgy meg, és ezeket a metakommunikációs jeleimet próbálom ilyenkor visszafogni, hogy ne tűnjön ki az idegességem, hanem tudja ugyanolyan pozitív és hiteles maradni. Egy kicsit hagyd magyarázkodjak, nekem az a dolgom, hogy provokáljak. Ha nem provokálok, akkor úgy elmegyünk. Az utolsó kérdésem, a záró kérdésem majd az lesz, hogy próbáljatok mondani egy, kettő vagy három olyan pontot, amit javasolnátok az embereknek, a nézőinknek, hogy metakommunikációjuk során mire ügyeljenek, mire figyeljenek. Csak itt pontszerűen. És akkor közben a Dórihoz fordulnék, nekem mániám ez a kérdés. Kis ember, nagy ember, piti ember, nagyvonalú ember. Nekem ez a mániám. Tudnál nekem abban segíteni, hogy mi lehet a jellemző a piti ember és a nagyvonalú ember metakommunikációjában? Amikor megérkezem valahogy, lássam azt, hogy kivel állok szembe. Nagyon fontos, hogy tudjam, hogy most merre fogunk haladni. Kicsit örültem, hogy nekem is majd arra az utolsó kérdésre kell válaszolni, de akkor helyette erre válaszolok. Hát ugye attól függ, hogy kit tekintünk piti embernek, meg nagy embernek. Mondjuk tegyük fel, hogy az én értelmezésemben, ahogy mondtad, én úgy értem a nagy embert, hogy még tegyük fel, ez egy hatalomban lévő ember, akinek van magabiztossága, aki úgy érzi, hogy magabiztosan áll bele mondjuk egy meetingbe. Például az ilyen típusú ember hajlamos úgy kezet fogni, hogy ugye kicsit így lefelé tartja a tenyerét, és ezáltal a készfogónak így letolja a tenyerét. Most ezt így nagyon nehéz. Na, hát ez egy tökéletes példa arra, hogy milyen jó lenne, hogyha meg tudnánk mutatni. Én ezt tudom egy példának mondani. Kis ember, hát ez... Én nekem amúgy nem tetszik ez a megfogalmazás, mert én nem szeretek így gondolkodni az emberekre, hogy kis meg nagy ember, de tegyük fel, hogy a kis ember az egy olyan ember, aki nem érzi magát magabiztosnak, és nem érzi jól magát a testében, akkor mondjuk ezt egy ilyen görbe testtartással tudnám elképzelni, vagy kicsit így a vállak behúzásával, kicsit egy ilyen meghunyászkodóbb testtartással, vagy folyamatos matatással, mondjuk ruha szélének a matatása, vagy a hajnak a pörgetése, vagy valami ilyesmit tudok elképzelni. Dóra, én elnézést kérek, én nem bírok prűd lenni, se álprűd. Tehát nekem egyik sem működik, úgyhogy ezeket nézzétek el nekem. Köszönöm szépen, Dóri. Zsuzsa, mit tudnál javasolni? Azt tudnám javasolni, megint csak unalmas leszek, az önazonosságot. Tehát megtanulhatom azt, hogy egy határozott készfogás az mennyit számít, és mennyire határozott leszek tőle. Nekem törték már el a kezemet ilyen módon, sőt volt már olyan, hogy eleve tudtam, hogy most megint nagyon meg lesz szorítva a kezem, mert az illető nagyon határozottnak akar majd mutatkozni. Volt olyan tárgyalás, ahol azt vettem észre, hogy a tárgyaló felem kényelmesen összekulcsolta ugyan a kezét, de gyakorlatilag ahogy erre rádöbbent, hogy az
adottságot mutatja, akkor rögtön más tétre ment, és emiatt aztán lehet tanulni ezeket a metakommunikációs eszközöket, viszont nagyon fontos, hogy ezt a sajátunkként szívjuk magunkba, és ezzel úgy vértezzük fel magunkat, hogy hitelesek maradjunk, és ne csak egy felvett állarc legyen, mert bármi kizökkenthet minket egy tárgyalás folyamán, és akkor viszont leomlik ez az egész, és leblokkol az illető. Tehát én erre nagyon felhívnám a figyelmet, hogy lehet tanulni, de jól használjuk ezeket. Tehát önazonosak legyünk, feküdjünk bele ebbe a játékba. Bocsáss meg, igen, az nagyon fontos egyébként egy tárgyalás alkalmával, hogy ki az, aki a hatalmas ember, ugye? Ő az, aki rendelkezik minden információval és döntési jogkörrel. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor leülünk valakivel, és a tárgyalás menetéből lehet következtetni, hogy ő rendelkezik döntési jogkörrel, vagy még végig kell kutatni a 4-5 körön, kvázi óvatosabban kommunikál. Ettől lehet, hogy a testtartása is úgy alakul, hogy egy jóval bizonytalanabb benyomást tud kelteni. Tehát, hogyha rá lehet jönni, hogy valójában rendelkezik-e az adott zsetom mennyiséggel, ha már pókeres vagyok, az illető, és rendelkezik-e azzal a döntési jogkörrel, hogy tételt tud emelni, vagy adott esetben el tud engedni egy ütletet. Értem, köszönöm. Kinga, jól látom, Dori, hogy kértél szót? Azért van fönt a bocsánat, megadom előbb a Kingának, és utána parancsolj, Kinga. Én is gyakorlatilag hasonlót szerettem volna mondani, mint Zsuzsa, csak egy lépéssel visszább mennék a nulladik ponthoz, tehát ugye az önismeret. Tehát, hogy ahhoz, hogy tanulni tudjunk és tudatosan tudjuk használni, ugye ezt már említettem is, a metakommunikációt, ahhoz kell egy nagyon alapos önismeret. Erre szerintem nagyon fontos időt szánni, megfigyelni, ez nem egy ilyen dedikált idő kell, hogy legyen, de az ember nyilván lehet, hogy csak én, mert hogy én egy elemző típus vagyok, de azt gondolom, hogy más emberek is el tudják ezt sajátítani, hogy igenis figyelik magukat, hogyan beszélgetnek offline, hogyan beszélgetnek online, hogyan beszélnek szóban, hogyan beszélnek írásban. Ezeket mind lehet figyelni, elemezni, illetve a reakciókat, hiszen a reakcióból minden kiderül. Például ugye online, a Facebook erre nagyon, nagyon jó gyakorlási terep, ott ugye azonnal kijön, hogyha egy posztra, egy kommentre nem úgy reagálnak az emberek. És ott rögtön tudjuk, hogy értenek-e minket. De az is félrevihet például, hogy kire hallgatunk. Tehát vadidegen emberekre, akik csak ventilálnak például a közösségi oldalakon, vagy olyan emberekre, akik ténylegesen ismernek. Mert hogyha már ők is félreértenek minket, akkor valami ott félrecsúszott. Ezek mind-mind olyan tükrök szerintem, amiből tanulhatunk, offline és online verzióban is. És onnantól kezdve tudatosabban tudjuk már valóban használni a metakommunikációt. Köszönöm szépen, Kinga. Dori? Nekem kettő darab tippem van egy utoljára. Az egyik a karizma növeléshez kapcsolódik, hogy lehet legegyszerűbben. Az utolsó kérdésem, karizma tiéd. Jó, vagy még volt egy utolsó? Nem, ezt még akkor itt közben ki, mindegy, parancsolj. Tehát a karizma növelésére a leghatásosabb módszer az, hogyha lelkesnek tűnünk. És bármiről beszélünk, akkor valamilyen lelkesedést bele tudunk vinni a mondandónkba. És hogyha mondjuk valaki annyira nem szereti a munkáját, hogy ahhoz nem tud lelkesedni, akkor gondoljon egy olyan pillanatra, amikor amiért, vagy amikor lelkes volt, és akkor azt lehet bevinni mondjuk egy prezentációba. A másik, amit akartam mondani, hogyha szeretnéd, hogy mondjuk a másik, akivel beszélgetsz, kedveljen, ez most nagyon le van egyszerűsítve persze, akkor elvileg a egyik legjobb módszer az, hogyha leutánzod a metakommunikációját. Ugye ez is abból ered, hogy az emberek ugye ego központú lények, én központú lények, nagyon szeretjük saját magunkat, ezért szeretjük saját magunkat viszont látni másban. És hogyha mondjuk egy beszélgetés kapcsán leutánzod a másikat, a kezét, ahogy oda teszi, te is oda teszed, ezek ilyen apró dolgok,
de tényleg növeli azt, hogy valaki hát az vagy, akivel beszélsz. Az vagy, akivel beszélsz. Ugye egy sztori jutott eszembe a karizmával kapcsolatban, hogy Marilyn Monroe-ról van az a sztori, hogy kiment egy áruház előtt a tömegbe, úgyhogy ki volt kapcsolva szándékosan a karizmája, és az ember nem ismerte meg. Hogy visszament, bekapcsolta a karizmáját, el voltak helyezve kamerák, mindenütt megfigyelő emberek, bekapcsolta a karizmáját, mert hogy ezt is lehet tanulni, kiment, és teljes őrület volt e körül. Zsuzsa, tiéd a szó. Egy nagyon fontos pont, és nekem veszőparipám az, hogy az önazonosság mellett írásban hogyan kommunikálunk. És ha van ez a fórum, akkor nagyon kiemelném azt, hogy a helyes írás igenis fontos. Hiába van szövegszerkesztés, és Kinga, sajnos nem kaptad meg a lehetőséget, bizonyára erről is lett volna bőséggel. De én tapasztalati úton azt tudom mondani, hogy néha sírok, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nekünk például most ugye megújult a weboldalunk, hogy egy kis önpromót is elrejtse, és www.villagemedia.hu, és például nagyon önazonosak vagyunk, mert abszolút mi fogalmaztuk meg a rajta lévő tartalmat, de nagyon odafigyelve fogalmaztuk mindezt meg, és ez is egy nagyon fontos benyomás, és ha egy jó tanácsal szolgálhatok, akkor figyeljünk erre, hogy én egy újságíróval erről vitatkoztam, aki egy fiatal srác, és közölte, hogy nem annyira fontos a mai világban a helyesírás, majd egy fél évre rá visszahívott engem, mert nem dolgoztunk együtt, és elnézést kért, hogy igenis. Gondolom tapasztalt egy olyat, amit... Kinga? Igen, ez egy folyamatosan visszatérő kérdés egyébként az online világban, hogy vajon mennyire érdemes ragaszkodni a 21. században a helyesíráshoz. És itt nem csak a helyesírást tartom nagyon fontosnak, hanem például a kisbetű, nagybetű használata, mondatkezdés, ékezetek, teszünk-e pontot, felkiáltójelet a mondat végére, azokat hogyan használjuk. Ugye ezek is lehetnek egyfajta metakommunikációs jelek, illetve csak tényleg megjegyzés szinten, létezik olyan, hogy netiket, amiben például ugye a nagybetűs kommunikáció, amikor csupa nagybetűvel írunk valamit, az kiabálásnak számít az interneten. Ezt nagyon sokan tudják, nagyon sokan nem. Például az idősebb korosztály nem tudja, és gyakran figyelmeztetik a fiatalabbak, hogy ne kiabáljanak. Tehát ez is egy ilyen érdekesség, hogy érdemes tanulni, de azt gondolom, hogy az alapokat, a helyesírásra való odafigyelést, a szóközök használatát, a veszőt, az írásjeleket, azt nem szabad elengedni. Én ezen az állásponton vagyok. Ez azért is nagyon-nagyon fontos, mutatja azt a tiszteletet, amit a partnerem felé közvetítek. Tehát, hogy a slendrián módon fogalmazok, a helyesírásomra nem ügyelek, nem figyelek az írásjelekre, az a figyelmetlenség, akkor nem tisztelem meg a másik embert azzal, hogy igenis fontos vagy nekem, ezért jól fogalmazom meg a mondandómat érthetően, helyesen, és helyesen használom a rendelkezésemre álló a klaviatúráim elemeit. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy először a Reboot Hungary történetében azt mondom, mindannyiótoknak, Bihari Zsuzsának, Rusz Dorottyának és Csikos Kingának. Bocsánat, rosszul mondtam, ABC szerint ne vonjatok le nagy metakommunikációs jeleket ebből. Hogy fogunk csinálni még egy adást valamikor a nyáron, ezt folytatjuk, hiszen az én mintegy 8 oldalnyi kérdésemből keveset tettünk föl. Annyira jól sikerült ez a beszélgetés. Anonymus írta, szerintem főleg a Zsuzsának üzeni, létezik póker alapú üzleti és döntéshozatali tréning Magyarországon. Tehát, hogy van, akik ezekre ráálltak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Fogunk beszélni ma, holnap úgy is, és megbeszéljük, hogy esetleg a nyáron csinálunk ennek az adásnak egy folytatását. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Találkozunk jövő héten. Zsuzsa, Dorottya, Kinga, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm! Sziasztok!